Radnóti Miklós, 8. ekkor. Üdvözlégy, jól bírod e vadhegyi úton a járás, szép öregemmel. Szárnyem elé, avagy üldöz az ellen? Szárnyem el, indulat űz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözlégy, akférfiú. Látom már, hogy a régi nagyharagú próféták egyike vagy. De melyik? Mondd! Hogy melyiké? Námun vagyok. Elkós városa szült, és szentem a szót, Asszír Ninivé bujabb városa ellen. Szentem az isteni szót, a haragtel is elkevarék én. Ismerem ősdühödet, mert felmaradott, amit írtál. Fennmaradott, de a bűn szaporább, mint annak előtte, s hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma sem még. Mert megmondta az Úr, hogy a bűfolyamok kiapadnak, hogy megrodjan a Kármel. A Bálsán és a Libanon dísze lehervad, a hegy megrendül, a tűz elemész majd mindent, s úgy is lő. Gyors nemzetek öldösik egymást, s mi Ninivé úgy messzenenül le az emberi lélek. Mit használnak a szózatok és a falánk fene sáskább zöld felhője, mit ér? Hisz az ember az állatok alja. Valhoz verdesik itt is, amott is a pött csecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek felszállnak a füstben. Égő néppel az utca rohan, majd bugva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték. S mint legelőkön a marhalepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét, úgy lőm minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mondd, mi hozott most mégis a földre? A dű, hogy az ember újra, s azóta is árva az emberforma pogányok hadseregében. És látni szeretném újra a bűnös várak elestét. És mint tanú, szólni a kései kornak. Már szóltál, és megmondta az Úr régen, szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a dű, ilyen égi konoklobogással? Hajdan, az én torz számod is érítette, akárcsak bölcs, Izaiásé, szénnel az Úr. Lebegő parazsával úgy vallatta a szívem, a szén izzó, eleven volt. Angyal fogta fogóval, s nézd, én hol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet, szóltam utána. És akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma. A szén, azaz angyali égeti ajkát. S mennyi az Úrnak mond, 1000 év? Csak pilleidő az. Mi fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vacsodrú patakban gömbölyödő kavicsot. Már koptat erőbke idő is. Csak hiszed, ismerem újabb verseidet. Éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon, étek a néknek s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígértem az ifjú tanítvány, rabbi. Kép étöltette a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az óra, már születőben az ország. Hogy mi a célja az Úrnak? Kérdém. Lásd, az az ország. Hogy mi útra kerünk, gyere gyűjtsük össze a népet. Hozz feleséged, s mess botokat már. Vándornak jó társa volt. Nézd, add ide azt ott. Az legyen ott az enyém. Mert jobb szeretem, ha göcsörtös. Köszönjük. 11 éves korát itt töltötte. És soha nem akart ilyen dolgokon részt venni. Ez a trauma benne maradt. Én apám ma ott hazamba volt és visszajött. Szerencsére azért vagyok én meg. De egy nagy dolog, hogy apos most itt van, és örülök, hogy ez az élményt, ha ezt élménynek lehet nevezni. Én azt kérek mindenkitől, ne engedjék, ami most történik, hogy folytasson. Álljanak ellenük. Álljanak ellenük azért a 6 millió zsidóért, a 600 ezer magyar zsidóért, hogy a kurva anyjukba el kell küldeni őket. És mindenkinek így kell gondolkoznia, mert ezt nem csinálhatják. Menjenek vissza, honnan jöttek, és nem akarok többet káromkodni, de én csak úgy tudok beszélni. Menjenek a P-be, és mindenkit örül, hogy itt vannak, és feleségünk fotózik. Köszönjük szépen, Jósra. Jaj, ne kívánjuk, nem. Csak dobro, Zsidé. Jaj, szia. De ki baj? Feri. Jó van. Vas Feri. Vas Feri. Jó van. Megint van.